Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. A tegnapi oromi tragédiával kezdjük a műsort, elmondjuk, amit tudni lehet a gázolásról, stúdió vendégemmel pedig a biztonságos közlekedésről beszélgetünk. Ezután a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj pályázataival foglalkozunk, majd arról lesz szó, hogy a bejelentések szerint október 24-én ismét megindul a személyi vonat közlekedés Szabadka és Szeged között. Szó lesz még a Petőfi Sándor ösztöndíjról és a Kós Károly testület által szervezett televíziós és rádiós szemléről, amelyet Palicson tartanak ezekben a percekben. Tartsanak velünk! Tragédia történt tegnap Oromon, az óvodánál gázoltak el egy kisfiút, aki kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe. Reggel 8 óra körül a kisfiú ikertestvérével és a család más tagjaival az óvodába tartott, amikor egy gépjármű a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel fékezés nélkül elütötte. Mindez a gyalogátkelő helyen történt. A 29 éves nagykikindai gázolót a belügyi szervek munkatársai 48 órás őrizetbe vették, majd bűnvádi feljelentést tesznek ellene. Mindez azonban már nem jelent vigaszt az elhunyt 3 éves kisgyermek családjának. Igen, forgalmas az útszakasz, ahol a tragédia történt, és sokan a megengedett 30 km/h sebességet sem tartják be. Pedig tábla is jelzi a sebességkorlátozást, valamint a nem messze lévő iskolánál elhelyezett sebességmérő is. A helyiek szerint az 1994-es, nagykikindai születésű fiatalember sem tartotta be a korlátozást, aki elgázolta a kisfiút. A falubeliek szerint a gázoló sofőr a tragédiát megelőzően az iskola előtt előzött meg nagyobb sebességgel egy gépjárművet, aki a közlekedési szabályokat betartva közlekedett. A tragédia pár méterrel távolabb történt, amikor a család át szeretett volna kelni a gyalogátkelőn. A szembejövő tehergépkocsi megállt, elsőbséget biztosítva a gyalogosoknak, viszont az autós ezt nem tette meg, és így következett be a tragédia. A helyiek szerint az ütéstől a kisfiú több métert repült. A súlyos sérüléseket szenvedett gyermeket azonnal a szabadkai közkórházba szállította. Nem hivatalos, szemtanúk által közölt információk szerint maga a gázoló. Az orvosok azonban nem tudták az életét megmenteni. A helyieket megrázta a hír. Többen azt mondják, a faluban sok a gyors hajtó. Ebbe a mezőgazdasági patikába mondta a bótos, hogy elütöttek egy kisgyereket. Mit lehet elmondani, ez az útszakasz mennyire forgalmas? Forgalmas nagyon, hajtanak, sietnek. Kamerán kívül több hely is elmondta, az utóbbi időben megnőtt a forgalom a településen. Sokan vannak, akik Oromon keresztül közelítik meg Szabadkát, Zentát vagy Magyarkanizsát. A falubeliek azt is elmondták, hogy az óvodánál és az iskolánál évekkel ezelőtt fekvőrendőr is volt, ami mostanra már nincs meg. Vendégem pedig Rózsa István, gépjárművezető, oktató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye hallottuk a bejátszásban, hogy 30-as korlátozás van az iskola zónában, óvoda, oktatási intézmények, de egyébként milyen szabályok vonatkoznak, mert nem csak ez van. Az iskolák közelében, tehát tudjuk azt, mindenki tudja, hogy 30-as, tehát ez a iskola övezetnek hívjuk, vagy iskola zóna, oktatási intézmények környékén 30-as korlátozás van, ami reggel 7-től este 21 óráig, tehát este 9-ig érvényes, de az mellett, tehát most a 30-as korlátozástól eltekintve, tehát hogyha valahol gyalogátkelő hely van, arra külön a járművezetőknek oda kell figyelni, tehát a gyalogátkelő hely az egy valójában egy védett hely, ahol a gyalogosnak, azt szoktuk mondani, a gyalogosnak egyetlen hely, ahol előnyjoga van, és ebben hát nem kellene őket megrövidíteni, tehát le kell lassítani mindenképpen a járművünket figyelmesen, de nem csak az utat nézni, hanem azt, hogy ki közelít, mert a szabály azt mondja, hogy ha gyalogos szándékát fejezi ki, hogy át szeretne kelni az úttestén,
a megjelölt gyalogátkelő helyen, akkor el kell, hogy engedjük. Egyébként nagyon kevés az információ, hogy pontosan mi történt. Lehet, hogy nincs is sok információ, és egyszerűen csak egy hatalmas vétett ez a sofőr. Mi az, amit nem jól csinált? Nehéz állást foglalni, mert nem voltunk ott, és tényleg ez az információ hiány, hogy mi történt, nem tudom, hogy miért van most a vizsgálatok miatt, vagy miért, mert halljuk azt, hogy gyorsan ment, és fékezés nélkül lassított. Tehát eleve lakott területen 50-es, maximum 50 kilométeres sebességgel kellene menni. Ahogy láttuk, az út keskeny, eleve egy keskeny útról van szó, gyalogátkelő hely látszik, ő pedig gyorsabban ment, tehát most, hogy mi történt, nem tudni. Azt mondják, hogy egy tehergépjárművet előzött az iskola zónába, ez azért én laikus vagyok, de már hajtok 25 éve, azért ez egy nagyon durva hiba. Ez nagy vétek. Na most itt ezt most hallom, hogy mondja, hogy előzött, de eddig úgy hallottam, hogy a teherautó megállt, ő meg szembe jött és nem állt meg. És nem tudjuk ezt se, hogy ha előzte, vagy kerülte, megállt a másik és kerülte, az a nagy hiba. Tehát az egy nagy hiba, most így mindjárt, tehát az ami a büntetéseket illeti, tehát az a legnagyobb büntetés, hogyha valaki megáll a gyalogátkelő helynél, elengedni gyalogost, és a másik kerüli. Na most a szembejövő ugyanígy. Milyen büntetések járnak ilyen dolgokért? Mert itt egy 3 éves kisfiú meghalt, ez egy nagyon-nagyon durva dolog. Igen, tehát ehhez nem is lehet hozzászólni, tehát nincs mit hozzászólni, mert itt ez nagy probléma. Tehát mindenkinek, kezdve a szülőknek, őnekik a legnagyobb, de ez mindenkinek egy nagy probléma. A büntetések függhetnek több mindentől. Most, hogyha ő, tehát eleve a gyalogátkelő helyen nem áll meg, 14 büntetőpont és 120 ezer dinár büntetés. Na most itt baleset történt, meghalt valaki. Itt már lehet börtönbüntetés is valószínű. A vizsgálat folyamán valószínű kiderül, hogy esetleg a mobiltelefonja aktív volt-e olyan szinten, hogy használta. Tehát ez még tesz rá. Vagy esetleg túlfáradt volt, az is lehet, én nekem megfordult a fejemben, hogy ő távolról jött, lehet, hogy egy pillanat elszunnyadt. Tehát egy pillanatra becsukta szemét, vagy valami. De hát a sebességből ítélve ő tartósan nagy sebességgel vezetett a lakott területén keresztül. Azt mondják a egyes helyiek, hogy ő maga vitte be a kórházba a kisfiút. Ez valamennyit enyhít az esetleges büntetésen, vagy ennek már annyira kevés súlya van a latban, tudva, hogy meghalt a kisfiú? Nem enyhít, sőt a baleset okozójának ott kellett volna, hogy maradjon. Tehát valószínű, hogy volt ott a más is valaki, tehát reggel 8 óra tájban, ha jól tudom, akkor történt, aki be tudta volna vinni, ő neki ott kellett volna maradni. Tehát az, hogy ő elvitte, az nem valószínű, hogy bármit is enyhít azon, hogy ami történt. Nem elég nekünk körültekintőnek lenni, ugye mindig ezt tanítják az autós iskolába, hanem mindig a forgalmat kell figyelni, mindig a legrosszabbra kell számítani a többi közlekedőtől. Hogyan lehet egyáltalán egy ilyenre felkészülni, mint szülő? Hát nekem is egy pici lányom van. Mint szülő? A gyerekeket állandóan, tehát egy szupergyors világban élünk, azt mondom mindenkinek, és járművezetőknek is, tehát körültekintő. Na most, mint szülő, a gyalogos, kerékpáros gyerekeket, akik az utakon közlekednek, átkelnek az úton. Tehát maximális odafigyelés. Amikor át akar kelni az úttesten, például gyerekek, ha önállóan, nagyobb gyerekekről beszélünk, önállóan mennek. Van, ahol van jelzőlámpa, megnyomja, várja a zöldet, megjelenik a zöld, átmegy rajta. Na most nagyon sokszor előfordul, hogy megjelenik a zöld, és a gyerekek elindulnak átszaladni. Ez egy nagyon nagy hiba. Itt a szülőknek kell nagyon hatni a gyerekekre, hogy nem szaladunk át az úttesten, mert előnyjogunk csak nem a zöld fény adja meg, hanem a másik. Függ az előnyjogunk attól, hogy megkaptuk-e. Mikortól lehet a gyerekeket erre tanítani? Tehát, hogy ha nem is a közlekedési szabályokra, hanem inkább arra nyitott szemmel járjanak, ha jól kifejezést használok? Amilyen kicsi kortól, tehát itt 3 éves korú gyerekeket vittek állítólag a
bölcsödébe, oviba vittek, nem tudom pontosan, tehát ahol a gyerek azt már meg tudja érteni, és akkor nem tanítani, hanem mutatni, úgy tanítani. Tehát sokszor látunk a városban is olyat, hogy gyerek, anyuka, apuka fogja a gyerek kezét, és akkor a gyalogátkelőhely mellett 5 méterre ferdén rohan át az úton bele. Tehát ilyeneket ne csináljunk, mert a gyerek ezt jegyzi. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk a sofőrök ilyen korlátozott zónákba, vagy védett zónákba, ahogy említette, gyorsan hajtanak, nem tartják be a szabályokat. Ez mennyire gyakori jelenség? Itt a bejátszásban hallottuk, azt mondták, hogy itt állandóan gyorsan hajtanak. Ott is, mindenhol. Tehát mondhatom azt, szerintem városban vagyunk, forgalomban vagyok, tehát az összes munkaidőmet a forgalomban töltöm el, hogy kevesen tartsák be a sebességkorlátozást. Ellenőrzik a rendőrök mondjuk az iskoláknál tudom, most itt? Hát ellenőrzik olyan szinten, hogy ott áll a rendőr, tehát ott áll és nézelődik. De a sebességkorlátozást tudtommal a 30-ast nem erre ellenőrzik, mindig az 50-est mérik mindenhol. Hogyan lehetne erre hatni? Nekünk, polgároknak? Nem tudni, hogy lehet ráhatni, tehát egymásra figyelés, most ezt mondjuk azt, hogy figyelmeztessük egymást, de hát hiába figyelmeztetek, mikor van, aki megállunk a gyalogátkelőhelynél, mint oktató, elengedni gyalogost, dudál ránk, fenyeget, kikerül bennünket, esetleg találkozok egy ismerőssel valahol, és azt mondja, hogy te hajtottál, amikor mondjuk én hajtok. Hát minek állsz meg? Tehát ilyen is van. Tehát itt ez a olyan világban élünk, meg olyan helyen élünk, ez a Balkán, mondjuk azt úgy, tehát Szerbiára jellemző, hogy nagyon keveset figyelnek az emberek a környezetre, közlekedés folyamán, tehát most a gyalogosoknál vagyunk, bicikléseknél, tehát megint azt mondom, hogy a gyalog átkelő helyen, ha a gyalogos szándékát fejezi ki. Nem csak ha rálépett, akkor el kell engedni, oda kell rá figyelni. Sokan azt hiszik, hogy ha nem áll meg, akkor valahova előbb odaér. Tehát azzal nem kapunk semmit, hogy megállunk egy gyalogosnak, elengedjük a gyalogost, megyünk tovább. Tehát lakott területen ezt tudni kell, hogy nem lehet rohanni. Nem lehet semmilyen előnyre szert tenni azzal, hogy rohanunk. Hanem tehát a sebességet kell minden téren lassítani, mert nem csak, hogy a 30-at nem tartsák be, hanem az 50-et se. Türelem, tolerancia. Igen, igen. Ez hiányzik. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm, hogy itt lehettem. A Magyar Nemzeti Tanács 13. alkalommal hirdette meg felsőoktatási ösztöndíj pályázatait, és 3. alkalommal hirdette meg a jogász ösztöndíj pályázatát. A juttatások célja a vajdasági magyar fiatalok szülőföldön való tovább tanulásának ösztönzése. A nyertes pályázókkal ma írták alá délután a szerződéseket, és ezzel kapcsolatban a stúdióban a vendégem Varjú Potrebics Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja, és 2 ösztöndíjas, Csernai Panna, aki demonstrátor ösztöndíjas, illetve Gellér Noel, aki pedig elsőéves jogász hallgató és jogász ösztöndíjat nyert most. Köszöntöm mindannyiukat a stúdióban. Talán először azt kérdezném, hogy milyen ösztöndíjakat írtak alá, mivel hát nem csak ez a 2, hanem tulajdonképpen minden ösztöndíj most került aláírásra, ha jól tudom. Jó estét kívánok a tévénézőinek, és köszönjük a meghívást. Az ünnepségen alig fél órája vagyunk túl, és még nagyban folyik az ösztöndíjak aláírása, hiszen minden elsőéves hallgatót most ide meghívtunk. 288 elsőéves hallgatónk van, aki az Magyar Nemzeti Tanács pályázatára rájelentkezett. Itt az alapösztöndíjról beszélek. Ezen felül 17 elsőéves jogász hallgatónk jelentkezett, valamint túljelentkezés volt a demonstrátori pályázat esetében. 75 demonstrátornak tudtunk pozitív visszajelzést adni, ők is most írják alá a szerződést, és ez még el fog tartani, ugye a nap a délután folyamán, és folytatni fogjuk az ösztöndíjak aláírását pénteken Újvidéken az Európa Kollégiumban délután 4 órától 6-ig.
A bevezetőmben említettem, hogy a szülőföldön való tovább tanulás az alapvető célja, de mik azok a célok, amiket meghatároztak, amikor létrehozták az ösztöndíj pályázatokat, miért jött létre ez a támogatási rendszer? Tulajdonképpen 13. éve sikerül ezt a pályázatot meghirdetni. Azért tartom nagyon sikeresnek ezt a pályázatot, mert az anyaország támogatja az itthon maradást, diákjaink esetében a szülőföldön való tovább tanulást. Ennek a pályázatnak ez a célja, hogy megsegítse a családokat az itthon tanulás anyagi vonzatában, valamint feltételezve azt, hogyha itthon végeznek felsőoktatási intézményben, akkor a családalapítás is az itthonról fog szólni, és ezzel úgy gondolom, hogy az itthoni, a magyar közösséget csak erősíteni tudjuk. És akkor most az ösztöndíjasokat is hallgassuk meg, Csernai Panna. Te milyen ösztöndíjakat, nem is egyet kaptál most már, ugye jól tudom? Most a demonstrátori ösztöndíj pályázatnak az aláírásán voltunk, úgyhogy most azt kaptam meg, és nagyon örülök neki, mert már most idén, ugye most harmadszor kaptam meg a demonstrátori ösztöndíjat, és nagyon jó, mert úgy gondolom, hogy ezzel tudom ösztönözni a fiatalokat arra, hogy itt tudjanak maradni, illetve segítek nekik mindenben, ami az egyetem körül forog, tehát legyen az ügyintézés, akár bármilyen vizsga, nincs meg az anyag hozzá nekik, akkor tudok nekik segíteni, vagy bármilyen problémájuk van, akkor én azért vagyok, hogy segítsek nekik, tanácsokat adjak, úgyhogy remélem, hogy idén jó fog menni a munka velük. Egyébként ugye te az alapösztöndíjat is kapod, és a demonstrátorit is. Ellenőrzik, hogy a feladataidat elvégzed-e? Igen, van egy rendszer, ahol megvan, hogy havonta ki kell tölteni egy bizonylatot vagy egy kérdőívet, és akkor ez alapján tudják úgymond megnézni, hogy mi tényleg elvégezzük-e a feladatokat, megszületik-e a találkozás az első éves hallgatókkal, mert azért tényleg szükség van arra, hogy havonta azért legalább egyszer találkozzunk, de hála Istennek, hogy mondjuk az internet segítségével, tehát bármikor rám tudnak írni, vagy fel tudnak hívni, hogyha valami problémába ütköznek. Egyébként mekkora a két összeg, amit most így kapsz havonta? Hát a demonstrátori ösztöndíjnak az értéke az 70 euró dinár ellenérték, a másik ösztöndíjnak, ugye a felsőoktatási ösztöndíj pályázatnak pedig 110-120, most nem tudom még pontosan. Ez egy egyetemistának igazán egy szép pénz lehet. Jogász ösztöndíjra térjünk át. Mennyire volt döntő az, hogy létezik egy ilyen jogász ösztöndíj, amikor a pályaválasztásra gondoltál? Igazából nekem a pálya tetszett a legjobban, mindig is érdekelt a filozófia, történelem, szociológia, és akkor így jött a jog az idén. Nagyon örülök az ösztöndíjnak, nagyon tekintélyes összeg, és bízok benne, hogy minden jogász hallgató jó célokra fogja felhasználni a kapott összeget. Megvan már a helye, gondolom, hogy hova megy majd. Igen, megvan. Mindenki elgondolta már szerintem. Egyébként milyen szakmai segítséget kapsz a Magyar Nemzeti Tanácstól, vagy a jogász palánták abból, hogy jobban bele tudjátok fúrni magatokat ebbe a témába? A vajdasági felsőoktatás nekünk magyaroknak nem csak az ösztöndíj segíti, hanem az Európa Kollégium, ahol különféle szakmai előadásokat is hallhatunk. És ez nagyon sokat segít, illetve Vajdaságban van egy jogász szövetség, aki a hallgatókat gyűjti össze, és akkor 3, illetve 4 havonta van egy személyes találkozás, akár Szabadkán, akár Újvidéken, és itt tudjuk érvényesíteni a gondolatainkat. Úgy érzed, hogy befogadó a vajdasági jogásztársadalom így első évben? Igen, úgy érzem, hogy nagyon befogadóak, segítőkészek, ugye nekünk is vannak demonstrátoraink, és tényleg mindenki azon igyekszik, hogy minél jobban és sikeresebbek legyünk majd a szakmában, amit kiválasztottunk. Említetted, hogy tekintélyes összeg, hát ezért mondjuk el, hogy mennyi ez. Igen, a jogász ösztöndíj 100 000 forint havonta dinár ellenértékben. Hát azért tényleg ez még mellé a felsőoktatási ösztöndíj. Igen, ami 90-től 150 euróig terjed. Havonta. Az egy nagyon szép összeg. Igen, szép tekintélyes összeg. Végére még talán arról beszéljünk, hogy ugye összesen hány ösztöndíj van, és mikor kapják az ösztöndíjasok meg ezeket az összegeket?
Tehát beszéltünk az alapösztöndíjról, majd a demonstrátori ösztöndíjról, a jogász ösztöndíjról, és most van folyamatban, kiírás alatt van a Váradi kiválósági ösztöndíj is, tehát ezt is a mesterképzésben tartó hallgatók pályázhatják meg, valamint a doktori iskolába iratkozott hallgatók is megpályázhatják. Ahogy van említette, az elszámolás és a demonstrátorok beszámolója után tulajdonképpen azon a felületen, a Magyar Nemzeti Tanács azon internetes felületén, ahová a jelentést beküldik a hallgatók, és ezt miután átnézzük és nem találunk benne valamilyen hiányosságot, akkor a következő hónap 15-ig, legkésőbb 20-ig utalni fogjuk az előző havi összeget. De egyébként azért egy kicsit komolyabb vállalásokkal is jár az, hogy valaki ösztöndíjas, ugye Magyar Nemzeti Tanács milyen követelményeket támaszt még? Tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Tanács célja az, hogy a tanuló, tehát hogy a hallgató haladjon. Abban az esetben, hogyha valami történik, és nem tudja az adott következő tanévet beírni, hogy időben értesítsen bennünket, mert a tanulmányok felfüggeszthetőek, tehát kérvényezhető azt, hogy ne szakítsák meg az ösztöndíjat, hanem halasztást is kérhetnek a tanulók nagyon indokolt esetben. Erre nem sűrűn kerül sor, de ha igen, akkor ezt figyelembe vesszük. Amint a hallgató teljesíti a feltételt és beírja a következő tanévet, már is folyik, tehát folytatódik az ösztöndíj, tehát az aláírt szerződése újra ugye él, és az összeget tudjuk folyósítani. Amikor befejezik a felsőoktatásokat, akkor utána még meddig kell úgymond itt nálunk Vajdaságban a munkavállalóként dolgozni? A határozat értelmében ahány évig élvezői voltak az ösztöndíjnak, annyi évet kell itt a szülőföldön úgymond munkát vállalni és itt maradni. A jobbik esetben pedig véglegesen. Jobbik esetben pedig igazából itthon maradni. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Köszönjük a meghívást. Több mint 7 év szünet után október 24-én megindul a személyszállítás a Szabadka-Szeged vasútvonalon. A szerb szakasz teljesen üzemképes, Magyarországon pedig még zajlanak a munkálatok. Most mindenki arra vár, hogy elinduljon a személyszállítás, amely már valódi pozitívumot hoz majd a két város között közlekedők mindennapjaiba. Elég lesz ugyanis kimenniük a falu vasútállomására, és néhány perc alatt eljuthatnak Szegedre, vagy Szabadkára. A Szeged-Szabadka vasútvonalon a teherforgalom már tavaly nyáron elindult. A konténerekkel teli szerelvények azóta is rendszeresen közlekednek a két ország között. A magánszemélyeknek vonattal viszont legutóbb 2015-ben volt lehetőségük Szabadkáról eljutni Szegedre. Ez a közlekedési forma sok ingázó életét megkönnyítette a térségben, ezért mindenki örült, amikor 2021. októberében a Horgosi vasútállomáson közösen indította meg a Szabadka és Szeged közötti vasút felújítási munkálatait Orbán Viktor magyar kormányfő és Alekszandr Vučić szerb elnök. Nakon čega naše dve zemlje dobijaju najmoderniju evropsku železničku deonicu sa modernom pratećom opremom, bezbednosnim sistemima koje će biti osposobljene za opterećenje za 22,5 tone po osovini. Potpuno ćemo obnoviti i modernizovati stanične zgrade u Paliću, Bačkim vinogradima, Horgošu, kao i stajališta, javno skladište i Hajdukovo. És ez mind meg is valósult. Igaz, hogy például itt Palicson is tavaly márciusban ideiglenesen lezárták a főutat a munkálatok miatt. Akkor kerülőutakat kellett használniuk a lakosoknak. Mára azonban, mint ahogy az látható is, már minden készen áll a személyforgalom zavartalan működéséhez. Így nézett ki a munkálatok előtt a palicsi vasútállomás. Mára azonban felújították az épületet, beszerelték azokat a berendezéseket, amelyek a vasút üzemeltetését biztosítják. Parkosították, emellett a gyalogosoknak vasúti aluljárókat alakítottak ki, és gondoltak a mozgáskorlátozottakra is. Az ő részükre lifteket építettek be.
Egyébként Szabadka és Horgos között összesen 13 vasúti átkelőhelyet alakítottak ki. Mindegyiket a legkorszerűbb fényjelző berendezéssel és automata sorompókkal szerelték fel. Még azokat is, ahol földutakat kereszteznek a vasúti sínek. Ez pedig itt már a hajdújárási megálló. A felújítási munkálatok alatt itt is új sineket és talpfákat raktak le. Megerősítették a töltést és lefektették az új villamos vezetékeket is, mivel a vonat elektromos meghajtással fog üzemelni. A helyiek szerint időbe telik majd ismét megszokni, hogy van új közlekedési mód és gyakrabban közlekednek a vonatok, és az átjáróknál is többet kell majd várakozni. Ami viszont pozitív, hogy szerintük ez egy új esély lehet a turizmus fejlesztésére. Aki tényleg messziről eljön, és vannak olyan emberek, hát vannak tényleg, mint ahogy mink is sofelé járunk, és akkor lássuk, hogy jönnek külföldről az emberek, kíváncsiak az emberek, és én azt mondom, hogy ha lesz egy jó reklám, lesz egy jó tábla kihelyezve a megállóhoz, hogy, vagy akár már előre a megállón, amikor várakoznak is ott, hogyha ott rögtön a helyszínen már lenne egy olyan dolog, hogy tudna informálódni, hogy igen, érdemes itt hajdújáráson megállni, mert van ez ilyen látható, ilyen bár mit megbírnak nézni, szép aludasító, ott van az étterem, van a hotel, van, szóval, hogy van lehetőség arra, hogyha megáll, de kell, hogy informálódjon arról, hogy igenis, hogy itt érdemes megállni, hogy ne az legyen, hogy hopp, és túlszalad, és akkor aztán később, mikor már lássa, hogy kinéz az ablakon, és lássa, hogy itt lehet, hogy érdemes lett volna megállni, de az már később, mert már elment, és onnantól kezdve nem biztos, hogy visszafelé emlékezni fog, vagy ugyanezen a járaton fog jönni, az véget, hogy itt megbírjon állni. Úgyhogy de én úgy gondolom, hogyha jó, meg tudják ezt oldani, és jó össze tudják majd rakni, akik ebben foglalkoznak persze, akkor én szerintem a falubelieknek ez egy pozitívum fog lenni. Királyhalmon is elhanyagolt állapotban volt a több mint 100 éves vasútállomás. A munkálatok után pedig bátran mondhatjuk, hogy a falu főutcájának az éke lett. Most már csak arra várnak, hogy benépesedjen az épület az utasokkal. Katona Róbert helyi tanácselnök szerint kiemelten fontos, hogy ismét el lehet majd jutni vonattal Szegedre. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy Horgos, Királyhalom, Palics és Szabadka is mindenki számára elérhető lesz vonattal. Sőt, a vagonokba a kerékpárokat is felvihetik az utasok. Az én számításaim szerint gyakorlatilag Királyhalomról Szabadkára 15 perc alatt be lehet jutni. És képzeljünk el egy szituációt, amikor valakinek több helyen van Szabadkán elintézni valója, ide jön a vasútállomásra, a kerékpárt szépen feltolja a vonatra gyakorlatilag, és hát 15 perc múlva már Szabadka belvárosában tud lenni az illető, elintézi a dolgát, újra felszáll, és gyakorlatilag a leggyorsabb utazási módszer lesz, ezt garantálom. Ismerjük most Szabadkán a tömegforgalmat, eléggé nehézkes bejutni Szabadka belvárosába. Én úgy gondolom, hogy ez lesz a leggyorsabb módszer például a Szabadkára is eljutni, de hogyha a jövőben gondolkodunk, ugye, amikor elkészül már Szabadka és Újvidék közötti szakaszok is, akkor persze nem csak arra beszélünk, hogy Szabadkára tudunk könnyen eljutni, hanem egy szabadkai átszállással már egész Szerbia gyakorlatilag nyitott lesz az utazók számára. Ami a szerbiai részt illeti, a horgosi vasútállomáson áll meg utoljára a vonat, mielőtt átérne Magyarországra. A munkálatok tehát befejeződtek, ami a szerbiai szakaszt illeti. Most már mindenki csak arra vár, hogy valóban megindul-e a személyszállítás október 24-én Szabadka és Szeged között. Magyarországon még zajlanak a munkálatok. Folyamatosan halad a Szeged-Röszke közötti vasútvonalát építése. A kivitelezés részeként elkezdődtek a zajvédő falak alapozási és betonozási munkálatai is. A vasúttársaság a jóváhagyott környezetvédelmi engedélynek és az akusztikai vizsgálatoknak megfelelően építi ki a zajvédő falakat Szeged térségében 3 helyszínen összesen. Szent Mihályon régen is volt vasúti megálló a Szegedet Szabadkával összekötő vonalon, ám azt évtizedekkel ezelőtt felszámolták. Most a vonal felújítása kapcsán újra van megálló, az egykori általános iskola szomszédságában, 2 esőbeállóval, valamint padokkal, de épül a fedett parkoló is. A stratégiai összekapcsolódások időszakát éli Szerbia és Magyarország, hangsúlyozta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. A hamarosan átadásra kerülő Szabadka-Szeged vasútvonalról is beszélt.
Egy magyar oldalon 2, szerb oldalon 5 megállója lesz. Az itt közlekedő személy vonatoknak körülbelül 1 óra 15 perces menetidővel kell számolni, amit majd jelentősen fogunk csökkenteni akkor, hogyha végre vonatnak nem kell megállnia, mint egy fél órára egy határellenőrzésre, viszont abban már sikerült megállapodnunk, hogy a határellenőrzés egy helyszínen fog zajlani, mégpedig Magyarország területén, ahol magyar és szerb határőrök közösen fogják az ellenőrzést végrehajtani, így le tudtuk csökkenteni jelentősen a vonat állás idejét, tehát ez egy versenyképes, jó közlekedési lehetőség lesz a határ mentén élőknek. Az illetékesek szerint minden érintett bevonásával, gőzerűvel zajlik az előkészítése annak, hogy október közepén ténylegesen újraindulhasson a személyforgalom az említett két város között. Már több éve érkeznek Vajdaságba a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Petőfi Sándor program ösztöndíjasai. A Kárpát-medence szórvány magyarságát segítő kezdeményezés célja a magyarság identitásának erősítése és az, hogy segítse a meglévő közösségeket. Vendégeim a témával kapcsolatban Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Közösség szervezet elnöke, elnézést, illetve két hölgy, Orosz Olivia és Gáspár Bara Johanna, akik mindketten ösztöndíjasok. Jó estét kívánok! Hát most elnézést, nem a hölgyeket kérdezem először, hanem Áront, hogy jelenleg hány ösztöndíjas van Vajdaságban? Nagyon-nagyon örülünk, hogy 5 ösztöndíjas érkezett az idén hozzánk, és köszönhetjük ezt tényleg a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, de elsősorban a vállalkozó szellemi ösztöndíjasoknak is, vállalkozó szellemi ösztöndíjasoknak, és hát örülünk az, hogy tényleg ezt a térséget választották, illetőleg úgy érezték, hogy ebben a térségben tudják azt a szolgálatukat kifejteni, amire vállalkoztak. Mely közösségek, mondom így, kapnak ösztöndíjast, ugye az 5? Igen, volt már rá példa ott a 2019-20-as időszakban, amely sajnos ugye a Covid megszakított, hogy 8 ösztöndíjas is volt itt a Vajdaságban. Most ez idén az 5-ös létszám alakult ki. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egyrészt a Dél-Bánátban 2 ösztöndíjas lesz jelen az elkövetkező 8 és fél hónapban, egészen következő év június végéig, amely azt jelenti, hogy Űrményháza és Versec térsége lesz lefedve egy ösztöndíjassal. A másik terület pedig az aldunai székely településeknek a vidéke lesz, tehát ott Pancsova, Hertelendi falva, Sándor egyháza, Kevevár a székelykeve, tehát ez a vidék, ott is lesz egy ösztöndíjas. A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetségnek érkezett ő részükre is delegált a Nemzetpolitikai Államtitkárság egy ösztöndíjas. Az Északbánságban Tordai központtal lesz jelen egy ösztöndíjas, és a Délbácska vonatkozásában, amely azért Palánkától Temerinti Szakálmán faláig is terjed, ott szintén egy ösztöndíjas lesz jelen, tehát így jön ki az 5-ös szám. Az idén Nyugat-Bácskában nem sikerült ösztöndíjast kapnunk. Tehát így is azért szépen a szórványba kerülnek ösztöndíjasok. Akkor először Olivia-t kérdezem, hogy honnan érkezett, és hát mi az a szakterület, amit hoz magával? Hát én Kárpátaljáról érkeztem, és Torda településére megyek. Én elsősorban pedagógus vagyok, pedagógiai végzettségem van. Hát itt az óvodáskorú gyerekektől, így a középiskolás gyerekekig programok szervezése, szakkörök szervezése, de az idősebb generációnak is, ha jól gondolom, akkor a közösségszervező munkájában fogok részt venni, programszervezésben. Egyébként most Kárpátalján azért elég nehéz helyzet van, erről mit tud nekünk így elmondani? Hát egész Ukrajna területén nehéz a helyzet, de Kárpátalján még azt mondanám, hogy nyugodt a hangulat, ugye ott nincsenek rakétatámadások, fegyveres összecsapások, szóval még Kárpátalján mi kitartunk, igen. Milyen kihívásokra számít most majd itt Tordán? Hát már volt szerencsém egyszer a héten látogatni Torda települését, és hát az ottaniak nagy örömmel fogadtak, remélem nagyon jó lesz a közös munka.
Hát a közösségszervezés, a csapat összetartása, ez lesz szerintem a nagy kihívás. A fiataloktól az idősebb korosztályig valahogy vegyíteni ezt a társaságot, hogy megtaláljuk a közös hangot. Ez egy nagy falat lehet, hogy minden ismeretlen, igen, nem? Igen, hát persze nagy falat, de már nagyon várom. Igen. Johanna, öntől is azt kérdezem, hát akkor honnan érkezett, és mi az ön szakterülete? Én Erdélyből jöttem, Székelykakasdon nőttem fel, és Kolozsváron tanultam klasszikus prácsázni, és így a zene az én szakterületem, hogyha mondhatom így. Temerinben pedig nagyon nagy a népzenei élet, így azt hallottam, rengeteg program van, néptánc, népzene, tamburazenekar, és ezt nagyon meg szeretném ismerni, meg örülnék, hogyha ezekbe be tudnék én is kapcsolódni. Hogyan látja az ottani közösséget? Hogyan, mi az a plusz, amit tud oda vinni hozzájuk? Hát a plusz az, azt hiszem én leszek, és nagyon erős közösség, tehát nagyon komoly élet van ott, meg színház is, és kíváncsi vagyok, hogy mit tudok majd én is hozzátenni ehhez. Hát ezt mindenféleképp meg fogjuk látni. Áron, hogyan készítik fel az ösztöndíjasokat? Hát a kiküldetésre, mert ugyebár Kárpátaljából és Erdélyből azért Vajdaság messze van. Így van. Elsősorban ugye a Nemzetpolitikai Államtitkárság szervezette a kiküldés vagy kiküldetés előtt felkészítő napokat a számukra, és a kezdetektől fogva ugye a Magyar Nemzeti Tanács a főfogadó szerveze a Petőfi Sándor program vajdasági ösztöndíjasainak, a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség közösen várja az ösztöndíjasokat. Rendhagyó egyébként az, hogy az ösztöndíjasok az első két hetet, régebben akár egy hónapot Szabadka településen töltik, de ez nagyon fontos számunkra az, hogy ők is egymást minél jobban megismerjék, hiszen az elkövetkező időszakban akár egymásra is tudnak számítani a különböző programok vagy céloknak a megvalósításában. És nem fontos azt jelenti, hogy tartsák a kapcsolatot, mi is minél több alkalmat szervezünk majd számukra, de ami a felkészítést illeti, egyrésztről beleláthattak a Nemzeti Tanács hivatali munkájába, megismerték az összes ösztöndíj fogadó szervezetet, azt nem mondanám, hogy települést is, csak azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ugye nem csak egy-egy településen lesznek jelen, vannak mondjuk itt ösztöndi fogadó települések, de 3-4 településre fognak kijárni az ösztöndíjasok, és ezt nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért már előre is. A lényeg, ami lényeg, hogy picit beleláttak a hivatalnak a munkájába, ma épp részt vettek és segítettek az ünnepélyes ösztöndi aláírás szerződése, tehát az ösztöndi aláírás szerződése ünnepségén, ezeknek a szerződéseknek akár az előkészítésében megismerkedtek picit a Vajdasági Magyarság intézmény hálózatával, és ezt azért tartjuk fontosnak, hiszen a szórvány közösségeknek az életét, de akár azt az építkezést, amit a vajdasági magyar szórványságra és akár a tömmagyarságra is jellemző, vagy azt az intézményrendszeri hálót, ahogy mi itt építjük a jövőnket és a jelenünket, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ismerjék, megismerjék. Így végére csak maradt még egy egész kicsi időnk. Milyen elvárások vannak az ösztöndíjasokkal szemben vagy iránt? Én azt gondolom, hogy azzal, hogy nekünk is lehetőségünk van megismerni őket minél jobban, az elmúlt közel másfél hétben azért nagyon sok kilométer is van mögöttünk, így együtt töltött óra is, látjuk azt, és hát hálásak is vagyunk, hogy egyrésztről közösségért tenni akaró, alázatos, a magyarságért szolgálatot vállaló emberek érkeztek hozzánk, de hát a program is erről szól, tehát igazából az nem elvárások vannak, hanem együttműködés, közös gondolkodás. És mindig ez lesz a lényeg, hogy számíthassunk egymásra, és közösen gondoljuk végig akár egy problémának a megoldását, de akár az, hogy miként lehet magasabb színvonalra emelni bármit, amit ők úgy éreznek, hogy a közösség jóváhagyásával, vagy a közösséggel átbeszélve ezt meglépnék. Úgyhogy ez igazából egy szép kihívás. Hát akkor Isten hozta önöket nálunk, jó munkát kívánok, és köszönjük, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük a lehetőséget. 5. napja tart az izraeli hadsereg és a Hamász közötti konfliktus, eddig több mint 2000 ember vesztette életét. Az izraeli védelmi miniszter szerint a gázai helyzet 180 fokkal fog változni ahhoz képest, amit a Hamász elképzelt. Szerintük a Hamász azt tervezte, hogy elfoglalja Izrael déli részét. Az ENSZ figyelmeztetett, hogy Gáza teljes ostromát nemzetközi jog tiltja.
Felújították a Ludas és Kispiac közötti út egy szakaszát, a korábban keskeny úttestet kétsávosra bővítették. Az út regionális jelleggel bír, hiszen a magyarkanizsai és az északbánáti településeket a legtöbben ezen az úton közelítik meg. Topolya község kiírta az energiahatékonysági pályázatot a polgárok részére, amelyre idén 20 millió dinárt irányoztak elő. Ennek értelmében idén a topolyai önkormányzat 10 millióval, valamint a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium további 10 millió dinárral támogatja a polgárok otthonainak energiahatékonysági fejlesztését. 30 millió dinárral növekedett Kishegyes község költségvetési kerete, így 1 milliárd 161 millió dinárból gazdálkodhat a község. A büdzsé növelésével biztosították a közintézmények zavartalan működését az év végéig, valamint az energiahatékonysági pályázatra az önkormányzat önrészére előláttak csaknem 5 millió dinárt. Az elmúlt évek során azok a horgosiak és környékbeliek, akik Magyarországon dolgoznak, főként a horgosi közúti határátkelő helyet használták, mivel ez az átkelő rendszerint csak reggel 7 és este 7 között üzemel, azok, akik korábban mentek, illetve később érkeztek, gyalog tették meg az utat a közúti és az autópálya határátkelő között. Ez azonban szeptember 24-e óta nem lehetséges. Először egy árokkal gátolták meg az átjutást, később pedig egy kerítést is felhúztak a hatóságok, meggátolva a gyalogos forgalmat. Egy szóval bajban vannak az ingázók. Horgoson forgattunk, az érintetteket kérdeztük. Nem segélyt kérünk, hanem azt, hogy el tudjunk jutni a munkahelyre. Ez a mondat volt talán a legmélyrehatóbb a minap, amikor a horgosi ingázókkal találkoztam. Azokkal az emberekkel, akik a jobb élet reményében napi szinten Magyarországra járnak át dolgozni, már több éve, több évtizede. Most segítséget kérnek, ugyanis szeptember 24-e óta valakinek vagy valakiknek köszönhetően az érintettek nem tudnak gyalog eljutni a nagyhatárra. Horgos 1 és Horgos 2 közötti földes út eltűnt. Az érintettek az elejében a szószoros értelmében árkon, bokron átmásztak, hogy eljussanak Horgos 1-re, de ez sem tartott sokáig, hiszen kerítést húztak fel. Nagyhatárra nem bírunk fölmenni, most már gyalog, mert húztak egy kerítést. Eddig árok volt, az árkot átmásztuk. Vicces volt, de hát ez van. De most már van kerítés is, amin nem bírunk már átmenni. És rettentően nagyot kell kerülni, ha gyalog szeretnénk menni. Kerékpár, motor megoldható, de a gyaloglás nem. Jön a tél, jön a hideg, a motor, kerékpár, ez most már hideg fog lenni. Tehát egyedül egy ez a gyaloglás, ami még maradt, hogy ne álljunk órahosszákat a sorba. Nem kis veszélyességgel jár, mikor az autók úgy elosonnak mellettünk, vagy kamionok, mert olyan is volt. De ez van, tehát valamiért szinte nem tudjuk, hogy most mit évők legyünk. Két határ közt nem szóltak semmit, tehát gyalogolhatunk. Egyik határőr sem szólt még ránk, hogy nem gyalogolhatnánk a határon, mikor a kis határ zárva van. Egyedül csak ugye a szerb határig eljutás, most ez lett a veszélyzónánk. Hogyan reagáltak a munkáltatók arra, hogy nem mindig tudnak időbe odaérni a munkahelyre? Eddig még szerencsére megoldottuk, hogy mindig időbe odaérjünk, tehát olyan gondunk még nem volt, hogy ne érjünk oda időbe. Tolerálják egy bizonyos szintig. Amikor Anikóékat felkerestem, azonnal rendelkezésemre álltak. A megbeszélt találkozás időpontjára nem csak ő jött el, hanem mellette még közel 10 ember. Mint mondják, lettek volna sokkal többen, csak vannak, akik délelőtt dolgoznak, vagy iskolában vannak, és nem tudnak itt lenni. Eddig sem volt zökkenőmentes az utazásuk, de az évek alatt sikeresen kidolgozták az utazás menetét, amit most felborulni látszik, mesélte Pataki Zsolt, aki 5 éve ingázik. Eddig a kis határa, amikor dolgozott, akkor át tudtunk menni, visszafele mindig a nagy határa kellett jönni, mikor a kis határ zárva tartott. A határtól nem messze le tudtunk parkolni, mikor zárva volt. Nagy határon átmentünk, visszafelé szintén ugyanúgy volt, hogy a magyar oldalon leparkoltunk, átgyalogoltunk. Most miután ezt a kerítést megcsinálták, így hivatalosan az autópályán kellene közlekednünk, amit szigorúan tilos, tudjuk gyalogosan, kerékpárral, segédmotorral, úgyhogy ez itt most így nagyon meg van nehezítve a helyzetünk.
Délelőtt, délután dolgoznak, gondolom én. Igen, két műszakosak vagyunk, de nagyon sokan vannak, akik egy műszakban dolgoznak is. Őnekik ez a délelőtti átjutást nehezíti meg nekünk, két műszakosnak vagy a délelőttit, vagy a délutáni hazajutást nehezíti meg az egész dolog. Bíró Anett is érintett a dologban, több éve dolgozik Magyarországon, levéllel fordult az illetékesekhez. Most, hogy végigcsinálták a kerítést, így az autópályán közel 2,5 kilométert kell megtennünk gyalog vagy kerékpárral, ki hogy közlekedik, ami ugye tilos és hát veszélyes is. De sajnos nincs más választásunk. Ott bírunk lejönni az autópályáról leghamarabb, ahol a migránsok is. Áll a levélben. Anett Facebookon vette fel a kapcsolatot dr. Pásztor Bálint köztársasági frakcióvezetővel és Újvári Zsombor magyar-kanizsai származású köztársasági képviselővel. Visszajelzésük alapján az októberben kezdődő rendes parlamenti ülésszakaszon szóvá fogják tenni a problémát. Mink azóta is várunk, türelmesen várunk, mert ugye más reményünk nincs, csak hogy amit ők el tudnak érni, vagy tudnának rajtunk segíteni. Egyenlőre ígéreteket kaptunk, hogy majd tudnak ebben az ügyben nekünk segíteni, de az én nap mint nap menni nem kis kockázat. Átjárni ott az autó között, kamionok, ott nem kisebbességgel röpködnek az autók se. Mi lenne a megfelelő megoldás? Számunkra a legfelelő megoldás az lenne, hogyha ugye kis határon tudnánk átmenni biztonságba, kerékpáros, gyalogos kis motorra, mert ugye ez lenne faktikusan ugye a legjobb megoldás, mert hogy illegális az autópályán gyalogolnunk, motorral menni is gyalog. Tehát ez teljesen szabályszegünk, mink ezt nagyon jól tudjuk, vállaljuk is, de másképp nem jutunk át időre. Az meg viszont nem megoldható, hogy köztes időben dolgozzunk, mikor a kis határ nyitva van. Mert azért elég sok ember van, aki ugye ott dolgozik, és nem tudják megoldani azt, hogy köztes időben el tudjanak bennünket valahova rakni, hogy el tudjuk végezni a munkánkat, amit ugye akkor vállaltunk. Önök dolgoznak, viszont ugye nem csak önöket, hanem az iskolásokat is érinti. Igen. Hát vannak ugye az iskolás gyerekek, akik egyetemre járnak, középiskolába járnak Magyarországon. Ha csúszik a vonat, ha csúszik az autóbusz, vagy valamilyen okonál fogva ugye lekésik, vagy nem jutnak le időbe a határa, azoknak is ugyanúgy velünk a nagy határon kell, hogy átjöjjenek. Ott húzzák a kofferjaikat, oda, hogyha sikerül, akkor szülőföld értük menni a szerb oldalon. Bár is eddig úgy volt, ugye, hogy rögtön lejöttek a földes útra, ahol mink is jártunk, és ott fölvették őket a szülők, vagy aki várta őket, de viszont most ugye, mivel el van vágva ott az utunk, ezért őnekik is meg kell tenni azt az 1300 métert az autópályán. Végighúzzák a kofferjukat, és ennyi. Tehát a probléma nem kicsi, és igen veszélyes is. Nem csak a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása véget, vagy a szágúdó autósok, teherautósok miatt, hanem azért is, mert itt több száz ember munkájáról, iskoláztatásáról és biztonságáról is szó van. Idén is Palicson tartják a Kós Károly testület által szervezett televíziós és rádiós szemlét. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT által meghirdetett szemlén idén is több kategóriában osztanak ki elismeréseket, és a díjátadó ezekben a pillanatokban is zajlik. A helyszínen van kolléganőm Balogh Sára, hozzákapcsolunk most. Szia Sára! Hol tart most a program, mit látunk a háttérben? Szia Árpi, köszöntöm a nézőket. Igen, itt vagyunk Palicson, és jelenleg is zajlik a Kós Károly televíziós filmszemle díjátadója. El tudom mondani, hogy több kategóriában díjazták a beérkezett alkotásokat, amik nem csak a Kárpát-medence magyar lakta területéről érkeztek, hanem a kontinensen túlról is vannak alkotások, úgyhogy ez is egy érdekesség így az idei évre vonatkozóan. Tehát több kategóriában díjazták a beérkezett alkotásokat, ezek pedig az önálló dokumentumfilm, az ismeretterjesztő film, illetve a televíziós alkotás témakör. Jelenleg az ismeretterjesztő film díjátadója zajlik, és eddig lezajlott az önálló dokumentumfilm kategóriának a díjátadója, és el is mondom, hogy kik lettek a díjazottak, hiszen ezeket már
el lehet mondani, illetve megtudtuk, hogy kik a díjazottak. Első helyezett lett a Magányos Határ című alkotás, ami pedig nem más, mint Bozsóni Péter, a Pannon RTV munkatársának az alkotása. A Turulhegedű projekt című film, ami Tihanics Norbert alkotása, ez lett a második helyezett a dokumentumfilm kategóriában. Résre nyíló idő című film pedig harmadik helyezést ért el, ez pedig Pál Melinda és Jakab Endre alkotása, és minden kategóriában külön díjat is kiosztanak. Ebben a kategóriában külön díjas lett az Emlékezet őrzője, Gergely Erzsébet és a Házsongárdi temető című film. A nap folyamán még mi várható, hogyan fog fejeződni ez a mai délután, mai este? A ma este folyamán kiosztásra kerülnek természetesen a többi kategória díjazottjai is, és még azt is el tudom mondani, hogy a zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen nagyon sok film érkezett be, szám szerint 59, és az öttagú zsűri ezeket értékelte, és hát ahogy elmondták így a bevezetőben, nem volt könnyű dolguk, hiszen remek alkotások érkeztek be idén is. Sára, köszönjük szépen a részletes beszámolót. Nézőinknek el kell mondanom, hogy a holnapi híradóban részletesen foglalkozunk a díjátadóval, és az egyik alkotás, ami a ringbe szállt, az a Pannon RTV által készített Atyavilág, amit Lajkó Anett neve fémjelez. Kettcsinálónak nézzünk meg most egy előzetest belőle. Elsősorban kedves, mosolygós, közvetlen, és kint van az emberek között, és hiteles. Nem tartom jó papnak magamat, mert nagyon sok nehézségem van ezekkel a jelzőkkel kapcsolatban. Az emberek bennem a papot látják 0-24-ben. A 2014-ben nyílt meg a belgrádi Collegium Hungaricum, a Magyar Kulturális Intézetet, előbb Dezső János, majd Szentgyörgyi Klára vezette, augusztus óta pedig Kaszab Róbert igazgatja. Az új igazgató számára nem új helyszín a szerb főváros, korábban Magyarország belgrádi nagykövetségén dolgozott. Markovics Anna Mária a következő 4 évre vonatkozó terveiről kérdezte. A belgrádi Collegium Hungaricum feladata a magyar kultúra terjesztése, megismertetése Szerbiában, illetve a magyar és szerb kultúra közötti kapcsolatok kiépítése. Kaszab Róbert a diplomácia világából érkezett, de nem áll tőle távol a kultúra. Nagyon más szakma nagykövetségen politikával, vagy ezekkel az egyéb területekkel foglalkozni, és más a kultúrával, de mégis egytőről fakad valahol, mert ugye a diplomáciában nagyon sok irányzat van, és nagyon sok stílus. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy egységes szakma, nagyon sok területről jönnek ide az emberek. Jó magam történész vagyok, és én ebből az ilyen bölcsész megközelítésből érkezem. Számomra az, hogy most kultúrával foglalkoztatok, az nagyon izgalmas. Én élvezem azt, hogy megmutathatjuk itt Szerbiában, hogy Magyarországon mi minden érdekes kulturális termékünk van, mi mindennel foglalkozunk, és mit gondolunk mi magunkról és a világról. Én úgy látom, hogy a kultúrában az a vonzerő, hogy ez egy végtelenül kreatív, szórakoztató és kellemes szakma vagy szakterület tud lenni, és ennek a bűvkörében és ennek az élvezetében vagyok én is, hogy
Most kaptam egy különleges lehetőséget arra, hogy a kiváló magyar-szerb kapcsolatokat a kulturális téren is megjelenítsem, és mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez szerintem egy kifejezetten ritka pillanat a történelemben, és én emiatt úgy érzem, hogy van egyfajta küldetéstudatom, hogy ezt sikerre vigyem, és egy legfőképpen jó hangulatú, vidám és szórakoztató intézet legyünk, illetve ezt próbáljam a saját munkámban is érvényesíteni. Működésének 9 éve alatt a Collegium Hungaricum jó kapcsolatrendszert épített ki, és ismerté vált a szerbiai kulturális közegben, ami megkönnyíti a munkavégzést, hangsúlyozta az új igazgató. Mint mondta, elődei jó alapokat fektettek le, így a munka zavartalanul tudott megkezdődni, illetve folytatódni. Nagy változtatásokra nincs szükség, de abban talán lehetne egy kicsit változtatni, hogy az intézmény egy nyitottabb és talán, hogy is mondjam, közösségibb közeggé váljon. Mit értek ez alatt? Egész pontosan abban az irányban szeretném elvinni egy kicsit a működést, hogy ez egy olyan kulturális közösségi hely legyen, ahova bárki bármikor betérhet, megismerheti a programjainkat, jól érezheti magát, esetleg kaphat egy kávét, illetve megismerkedhet azokkal a magyar tartalmakkal, amik miatt érdemes minket meglátogatni. De konkrétan szeretnék egy nagy könyvtárat építeni. Van már egy könyvtárunk, de mindenképp úgy gondolom, hogy ezt még fejleszteni kéne magyar irodalommal, régi és modern egyaránt, illetve szeretnék a gyermekirodalom felé nyitni, és mindezeknek a szerb fordítását is szeretném ide behozni, hogy aki ide jön, az megtalálja azt, hogy Magyarországon mi mindent alkottak, vagy magyar, vagy szerb nyelven. Ha a nyelvet tanulja azért, ha már ismeri azért, vagy ha nem tud magyarul, akkor szerbül meg tudja ismerni ezeket a dolgokat. Tehát mindenképp szeretnék majd egy ilyen olvasótermet, közösségi teret létrehozni. Félig már ez meg is van, de ez valószínűleg nem egy rövid projekt lesz, hogy ezt kifejlesszük. Ezen kívül az intézetnek a megjelenésében szeretnék egy kicsit változtatni. Kívülről nézve talán egy kicsit lehetnénk színesebbek, vagy változatosabbak. Szeretnék majd a szezonalitást kicsit megjeleníteni, és azt megmutatni, hogyha valaki elmegy egy járókelő az intézet előtt, hogy mi az, ami most izgalmas és érdekes Magyarországon. Poszterekkel, hangulatokkal, vagy éppen az aktuális programjainkra való felhívásokkal. Az lenne a lényeg, hogy ezek a dolgok egymást erősítsék, a közösségi szerepünk mellett a programjaink is nyitva legyenek mindenki előtt, és ezt meg tudják ismerni, hogyha hozzánk betérnek. Kaszab Róbert jó hangulatú intézményt szeretne vezetni, és azt szeretné, ha ez a jó hangulat kívülről is látszana, hiszen ha pozitív a kép, szívesebben térnek be az emberek. Azt szeretné, ha az intézet is nyitottnak mutatkozna, és minden stílus helyet kapna ott, hiszen a művészetnek szabadságra van szüksége. De nem csak a fellépők között szeretne színességet, hanem a közönségben is. Mint mondja, mindenkit szeretnének megszólítani. Az én megközelítésem alapvetően három oldalú lenne, vagy három fajta munkát szeretnénk itt végezni. Az első dolog az lenne, nevezzük ezeket hagyományos eseményeknek, amikor hozunk valamit Magyarországról, és megmutatjuk, hogy mi milyen érdekeseket tudunk alkotni. Ez lehet egy kiállítás, ez lehet egy koncert, ez lehet egy művészeti projekt, vagy egy film. Én úgy gondolom, hogy erre magyarokat és szerbeket egyaránt várunk, persze attól függ, hogy ki az, aki már látta, vagy nem látta. Igyekszünk olyat válogatni, ami izgalmas. Alapvetően ezeket azért nevezem hagyományos projektnek, mert egy kicsit talán elsőre egyoldalúnak tűnhet, hogy mi mutatunk valamit a közönségnek, de én úgy gondolom, hogy ebben azért nem teljesen kell végletesnek lenni, mert ha hozunk egy kiállítást is, azt is megrendezhetjük úgy, hogy magyar és szerb kurátorok közösen szervezik meg, netán mellé teszünk egy szerb tartalmat, ami mondjuk reflektál arra az adott témára, de ha van egy koncertünk, akkor miért ne lehetne egy előzenekara, mondjuk egy helyi zenekar, egyébként nem feltétlen szerb, lehet vajdasági magyar is, tehát ilyen megkötések nincsenek. Ezek gyakorlatilag az intézmények, illetve szervezetek közti kapcsolatokról szólnának főleg. Kicsit mondhatni a kulturális szakma, de ezt a közönség élvezetére tesszük. A második dolog az pedig projektalapú munka lenne,
Ez egy kicsit modernebb megközelítése lenne így a kulturális rendezvényszervezésnek. Ennek az a célja, hogy magyarok és szerbek együtt alkossanak, és megismerjék egymást. Mire gondolok? Arra, hogy valami olyasmit hozzunk létre, ami még eddig nem volt. Új művészeti tartalmakat, legyen a zene, kiállítás, képzőművészet. Tehát igazából olyan projekteket próbálunk szervezni, ahol a személyközi kapcsolatokon van a hangsúly, ahol a közös alkotás és egymás jobb megismerése a cél. Mondhatni a Collegium Hungaricum társadalmi küldetése az, hogy a magyar-szerb megbékélést kiegészítse ezzel a személyes aspektussal, ezzel a társadalmi aspektussal. Ezekben ugye a személyes komponens dominál, ezért ezek hosszú távú projektek, mert ezeknél ugye valami olyan újat fogunk alkotni, ami még nem volt, és utána azt szeretnénk megmutatni itt Szerbiában és Magyarországon is. A harmadik, és talán itt talán egy kicsit részrehajlók vagyunk, az pedig a közösségépítő projektjeink lennének, vagy feladataink. Kifejezetten itt a magyarokra koncentrálnánk, illetve minden olyan személyre, aki érdeklődik a magyar kultúra iránt, vagy felmenői magyarok, vagy esetleg a házastársa magyar. Szeretnénk szervezni családi napokat, közös filmvetítéseket, bizonyos magyar ünnepeket, évfordulókat megünnepelni itt a Collegium Hungaricumban. Nyilván itt elsősorban hangsúly lenne azon, hogy ezek itt magyar nyelven, a magyar kultúra keretein belül szerveznénk, de szívesen látunk mindenkit, aki szeretne csak megismerni ezt a kultúrát, vagy szeretné azt, hogy az ő családjában, vagy az ő életében a magyar identitásnak egy nagyobb szerepe legyen. Itt nyilván a fő célközönség az itt élő magyarok lennének, de azt szeretnénk, hogyha hozzájuk minél többen csatlakoznának. A Collegium Hungaricum igazgatója végül kijelentette, az a lényeg, hogy a szerbek megismerjék a magyarokat, illetve a magyar kultúrát. De ehhez persze a Belgrádban élő magyarok segítségére és részvételére is szükség van. Az idei évben kiállításokat és koncerteket is láthat a közönség, de néhány héten belül elkezdődnek a közösségi programok is. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Kartali Rita várja önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!